abszolút hidegen, hogy nem foglalkozom vele. Semleges. Persze. Kit? Ferenc pápát. Most nem Ferenc pápa van. Tényleg nem tudok róla túl sok mindent, úgyhogy igazából mondhatom, hogy szeretem. Hát én töriből sose voltam jó, úgyhogy... A jelenlegi pápa biztos, hogy benne egy Ferenc pápa? Igen. Jó, oké. Okay. Nem, nincsen vele problémám, abszolút mértékben semmi. Ferenc pápát? Igen. Na jó fej az öreg. Szegényt lögdösték múltkor a tömegben. Kicsit leordította, az is jó volt, szóval én bírom. Nem nagyon nézek tévét, nem foglalkozom ilyen dolgokkal. Ferenc pápát? Nem ismerem soha. Azért ennyire nem követem figyelemmel, de ami így eljut, azok alapján nagyon szimpatikus, amit művel. Én japán fele hajlok, nem? Szerintem közvetlenebb, mint az eddigi pápák. Igazából nekem szimpatikus, hogy viszonylag nyíltan áll a mai kor problémáihoz, és igazából egy kicsit nyit a korábbi, kicsit szűkebb látókörű hozzáállásom. Hát szimpatikus azért, mert sokkal nyitottabb az emberek felé, sokkal közvetlenebb, főleg a fiatalok felé nyitott. Érdekes, hogy fönt van már a közösségi médiában is. Szoktam, például van Instagramra, úgy hallottam most éppen, úgyhogy szerintem közvetlenebb. Igen, szeretem. Hát én nem vagyok vallásos, sem katolikus, nem szeretem a bigottságot, viszont azt hiszem, hogy így a Ferenc bácsi nagyon tud nyitni a modern trendek felé. Tehát egy forradalmáról állunk szemben minden bizonnyal. Arra emlékszem, hogy nem tudom, keresztelőmisét tartott egyszer, és akkor beengedte a szoptató anyukákat is, és azt nagyon támogatta, hogy nyugodtan, ha én és a gyerek, akkor meg kellett edni. Egy nagy megkönnyebbülés szerintem egy csomó mindenkinek, hogy ő ezt végrehajtja. Marha nehéz dolga lehet, de az, hogy nyit egy új utat, vagy egy új nézőpontot, egy új viszonyrendszert, az nem könnyű. Van egy érdekes mondás, az nagyon szimpatikus volt számomra, hogy ha jól emlékszem, így fogalmazott, hogy én egy kicsit naív vagyok, és egy kicsit ravasz vagyok. Na, ez a mondás, ez nagyon tetszett. Szerintem egy szimpatikus ember ettől függetlenül, de én így távol tartom magam azért ettől a vallásos dologtól. Tehát az szimpatikus volt, amikor most megmosta pár menekültnek a lábát. Nem azért, mert mondjuk én megmostam volna, hanem azért, mert erről szól a kereszténység. Ha jól tudom, hogy önzetlenül mindenféle politikai, önös érdekek nélkül azt teszed, ami a Bibliában van, valószínűleg Jézus is ezt tette volna. Szóval ez így szimpatikus volt nekem nagyon. Tisztelem is és szeretem is. Néha eszembe jut, hogy talán az ember hűtlennek tűnik, ha Szent II. János Pál pápa után, vagy még korábbra, ha megyek Szent 23. János pápa után, én azt mondom, hogy most Ferenc pápa a legkedvesebb. De én azt hiszem, hogy ez nem hűtlenség, hanem inkább azon csodálkozom, hogy tudnak egymást fölülmúlva nekünk reményt adni, utat mutatni a mi pápáink. Tehát az én életemben végig, ha tényleg kezdem a 23. János pápától, mindegyik valami újat hozott. De ugyanígy tiszteltem Benedek pápát. Na most Ferenc pápa, most ő a legkedvesebb nekem, és ebben talán az is benne van, hogy nagyon sok gondolatomat kimondja, amit én eddig is gondoltam. És tényleg nagyon közel áll a szívemhez az ő közvetlensége, az ő radikális Krisztust követő magatartása. Tehát ez a képszerű
megfogalmazások, ami őt annyira jellemzi, az embernek rögtön ad egy érthető üzenetet. Lépjetek ki, nyissátok ki a kaput, nem halljátok, hogy Jézus kopogtat, de belülről. Menjetek a perifériára, karoljátok föl azokat, akik hátrányos helyzetben vannak. Tehát az evangélium, Jézusnak a következetes evangéliumi tanítása tükröződik az ő szavaiban, magatartásában, és ugyanakkor az a derű, az a reményt sugárzó jóság. Hát szóval nagyon tisztelem, és nagyon szeretem a pápát, Ferenc pápát.